Az első szavazáson részt vettem, örömmel vettem részt, az idei azonban hiányoztam, de a választáson mindenképpen hosszú Katinkára esett volna. És a férfiaknál? A férfiaknál maradok a Gyurcsa Daninál, annál is inkább, mert úgy látom, hogy a testvére, akit ő is sápol, nagyon rövidesen nyomdokaiba lép. És ez olyan testvéri szeretet, ami újabb aranyérmet érdemel. A csapatokról ejtsünk még pár szót, hiszen ott is óriási a verseny. Benedek első kapitánysága alkalmával rögtön világbajnok lett a pólóválogatott, de nyert a férfi párbajtör csapat, világbajnok lett, és a győri kézilabdázó lányok a bajnokok ligáját nyerték meg. Óriási a választék. A választékból én a kézilabdázókra szavazok, mégpedig azért, mert bár a szívemhez nőtt Benedek Tibi is, na meg a vízilabda is, hiszen 1948-ban a német jameszféle csapatot még közvetíteni tudtam, de később is rengeteg vízilabda mérkőzésen örültem a győzelmeinknek, most azonban úgy érzem, hogy olyan fiatal a csapat, hogy e pillanatban nem szabadna ettől a fiatal csapattól újabb nagy eredményt várni. A nagy eredmények közé tartozik persze a világbajnokságon a jó szereplés, olimpiákon a jó szereplés, de egy-két év türelmi időt adnék a vízilabdának, hogy eljusson a legmagasabb csúcsra.